Gábor arra azt írta nekünk, én elhiszem, hogy önök jót akartak, de esetleg jobb lett volna, egy szakemberre bízzák a parkolási rendet. Kitettek mindenféle táblákat, most ehhez képest még mindig mindenki úgy és ott parkol, és ahogy éppen akar vagy tud. Ez így eddig elég gyenge. Mikor lesz végre rend? Hát a Budafok tábor ezt a így elég gyenge egy más megfogalmazásban is használja néha. Reméljük, hogy most a kupasiker után egyre ritkábban. Szóval természetes, hogy szakemberek tervezték a parkolási rendszert. Azért gondoljunk vissza, hogy zajlott le ez a folyamat, hiszen még 2019-ben, ha jól emlékszem, tartottuk azt a közvéleménykutatást, amelyben felvetettük annak a lehetőségét, hogy bevezetünk egy fizetős parkoló rendszert a Budafok belvárosában, érzékelvén, hogy az a forgalom, ami az úgynevezett P plusz R használatból fakad, tehát hogy itt teszik le a külsőbb részekről, vagy a hegyről érkező emberek, vagy a szomszéd településekről érkező autósok a járműveiket, és egész nap itt parkolnak, ezáltal nehezítve az itt élők, vagy az ügyintézésre a belvárosba érkezők életét. Tős, aki meg itt lakik, az kapjon ez alól a fizetés alól felmentést. Óriási többséggel utasították az emberek, azt mondták, hogy nincs erre szükség. Ehhez képest kellett, ez volt a népakarat, ezt szerették volna az emberek, erre kerestünk adminisztratív megoldást, és akkor abból született nagyon sokféle verzióban az a fajta korlátozó rendszer, ami a egy helyben töltött időt korlátozza, tehát azt, hogy valaki akár pénzért is hosszabb időre leparkolhassa a belvárosban az autóját. És hát ennek a bevezetése, amikor először tettük ki a táblákat, nagyon sok értetlenkedés volt, tehát nagyon nehezen értelmezték az emberek, és érezve azt, hogy még nem értik teljes mértékben a rendek az emberek, hogy mit jelentenek ezek a táblák, hogy mik a szándékok. Idő, azt mondták a szakemberek, hogy kell egy kis idő, amíg megszokják, és ne lépjünk föl szigorú hatóságként ezekben az ügyekben, ezért most már majd 6 hónapja zajlik ez a próbaidőszak, ami most lejár. Tehát annak eljutottunk addig a pontig, hogy azt mondják a kollégáim, hogy az emberek most már értik, most már semmibe veszik, mert azt tapasztalták, hogy van egy szabályozás, és kiderült számukra tapasztalatból, hogyha nem tartják be, akkor annak nincs következménye. Az utolsó hetet éljük, amikor ez a türelem még tart, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy az itt élők meg a magunk érdekében tartsák be a korlátozásokat, mert most már a hatóságok büntetni is fognak akár. Az eddigi figyelmeztetés, amit ott dobnak el, az első ijegység után rendszer szinten dobálják el, illetve nem túl kulturáltan nyilvánulnak meg a szabályokat pusztán figyelmeztetéssel betartatni akaró kollégák felé. Szóval ennek vége, és 6-ántól, tehát jövő hétfőtől ez a rendszer élesedik, és hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor számon is fogják kérni őket. Alapvetően még kapnak szórólapokat is, tehát ahol egyértelműen leírjuk, hogy melyik tábla mit jelent, hogyan kell értelmezni, hogy ne lehessen rajta egy videó. Egy kivonat született. Igen, igen, igen. Hát ilyen tesz-vesz város közlekedik szintű, ilyen magyarázó képregény készült erről, tehát ahol a tábla van, és az, hogy hogyan kell ezt értelmezni, ezeket is ki fogják rakni az autókra. Kérem, hogy használják azokat az órákat, amiket szintén eljuttattunk már több mint két éve. Igen. Minden kerületi autósnak, aki itt fizeti a gépjárműadót, az kapott ingyen egy ilyen kis órát. Most is be lehet szerezni egyébként például az autószervizbe a Dunafoknál, vagy
akár egy Hát így egyszerű van. Igen. papírírószerboltba, és a gyerekek, amint tanulják a óraolvasást, ezek mind megfelelnek arra, és arra való, hogy amikor megállok, akkor beállítom, hogy mennyi az idő, és onnantól kezdve általában 3 órán keresztül parkolhatok az adott helyen. De még azt is tehát kértem a kollégáktól, hogy igazság szerint nem az a lényeg, hogy óra van-e, hanem hogy jelezze, hogy mikor parkol, tehát egy papíron látható helyen odaírja egy papír, hogy mikortól parkol, rajzol egy órát, jobb képességűek, ahogy akkor azt el fogják fogadni, és emiatt, hogy nincsen hivatalos órája, senki nem részesül elmarasztalásban. A cél pedig az, hogy ne parkoljanak 3 óránál hosszabb ideig, forogjanak az autók, tudjanak ügyet intézni, tudjanak postára menni, vagy rendőre, a rendőrségre, vagy ahova éppen dolguk van, és ne pedig autótárolásra használják ezeket a helyeket. Úgyhogy nagyon szépen kérek mindenkit, ne utólag írjon nagyon hosszú levelet, hogy miért nem tartotta be, hanem fogadja meg a tanácsomat előre, és törekedjen arra, hogy tartsa. Hihetetlen fantáziadús leveleket kaptam már eddig is, ahol véletlenül valakit már megbüntettek, mert olyan kirívó szabálysértést követettem.